Köszöntelek benneteket ezen a felvételen az álomvetés titkai. Mindenkinek vannak álmai, hogy ez az álom közöl-e valamit vagy sem, ezt kell, hogy megbeszéljük. Amikor alszunk és álmodunk ebben a pihent helyzetben, átdolgozzuk azokat a dolgokat, amit napközben átéltünk. Ezeket az álmokat elfelejtjük legtöbbnyire, és ennek nincs is jelentősége. Viszont vannak álmok, ami megmarad az emlékezetünkben, és mutat egy egész történetet, és olyan, mintha mi azt átélnénk. Ebben az esetben biztosak lehettek abban, hogy ez egy üzenet számotokra, egy lelki üzenet. Az álmok olyan képekben mutatkoznak, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Az álomfejtés tudata. Én nem is mint tudatot mondanám, inkább az álomfejtés művészete elmondja azt, amit ez az álom veletek közölni szeretne. Nem mindenki tud álmot fejteni. Szerintem ez egy olyan belső tudás, mondhatnám intuíció. És azok a könyvek, amik ezzel kapcsolatban megjelentek, én ezekhez a könyvekhez nem ragaszkodom, és én úgy gondolom, hogy könyvek szerint nem lehet álmot fejteni, hanem meg kell hallgatni ezt a történetet, és az magából beszél. Én dolgozom ezen a területen, és meg tudom fejteni az álmokat, el tudom magyarázni, hogy egy álom mit akar tudatni veletek. Ez nálam egy ilyen belső tudás, és büszkén mondhatom, hogy ezen a területen nagyon jó vagyok, mert én érzem ezt, és el tudom mondani, hogy egy álom mit akar közölni veletek. Ez az álom fejtés megrendelhető nálam, a díjam 3500 forint. De ezt én szeretném mutatni is, és ez úgy történik, hogy ti e-mailen keresztül megírjátok nekem, hogy mit álmodtatok. Én ezt egy videón felolvasom, de név nélkül senki nem fogja tudni, hogy kiről van szó. És miután én ezt az álmot felolvastam, elmagyarázom. Elmagyarázom videón keresztül, szép képekkel, és ha elkészült a videó, azt mindenki megnézheti. Én ezt úgy szívvel, lélekkel csinálom, és örülök, ha valaki kérdez. Ez nekem nagy örömet okoz ezzel a témával foglalkozni, és amit még mondani szeretnék hozzá, hogy ez lehet egy fontos üzenet számotokra, mert ennek van egy jelentősége, ha ez a belső hang így álomképeken keresztül üzenetet küld és beszél hozzátok. Amennyiben van rá igény, írjatok az e-mail címem, dendera.medici@gmail.com. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!